Lopás gyanújával előállították a nemrég dopingvédségen ért világbajnok kajakost, Dudás Miklóst és barátnőjét. A gyanú szerint egy bevásárlóközpontban lopásgátló szerkezetet távolítottak el ruhákról, majd eltulajdonították azokat. A Tények riportja után ezzel a témával folytatjuk. Sajtóinformációk szerint lopással gyanúsítanak egy világbajnok kajakost, Dudás Miklóst és a Magyarország szépe nevű versenyből ismert kedvesét. A fiatalok sajtóinformációk szerint múlt hét pénteken az Arena Plaza egyik boltjából próbáltak meg három márkás pólót ellopni úgy, hogy leszerelték róluk a lopásgátlót. Ezt azonban a biztonsági őr észrevette, és azonnal értesítette a rendőröket, a kiérkezésükig pedig fenntartotta a fiatalokat. A ruhák értéke egyébként nagyjából 80 ezer forint körül van. A lopás kapcsán kerestük a rendőrséget, megkeresésünkre a következőt válaszolták, idézem. A gyanúsítottakat a 8. kerületi rendőrkapitányságra előállították, kihallgatták, ellenük lopás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak. Kerestük az ügyben a bevásárlóközpontot is, de nem akartak nyilatkozni. A kajakos egy Facebook bejegyzésben reagált az ügyre, ahol bevallott mindent. Valóban ellopták a pólókat párjával, méghozzá azért, mert a biztonságiak felbosszantották azzal, hogy a barátnője kinézetére gúnyos megjegyzéseket tettek. Bejegyzésében azt írja, idézem, ennyi kellett ahhoz, hogy a dűtől vezérelve egy meggondolatlan dolgot tegyek, aminek a célja egyetlen egy volt, a sérelmem elégtétele. És mivel hirtelen döntést hoztam, nem számoltam a következményekkel. Hozzátette, hogy az élete az elmúlt hónapokban fenekestül felfordult, talán azért reagált így a kritikára. Azt is leírta, hogy a dopingügye óta kifejezetten feszült, mivel ahogy ő fogalmaz, 16 év munkája ment a levesbe. Krisztóf Éva edzőjétől pedig elnézést kérek utólag is, mert legámoroztam véletlenül Miklóst, úgyhogy további szép napot neki tovább is. Na jó, vendégünk a témában Tölgyesi Lívia etika pedagógus, a Magyar Sportetika Társaság alapítója és Benáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Jó reggelt kívánok, kezét csókolom. Egyetértünk abban, hogy ez egy nagyon csúnya történet. Én érdekesnek mondanám, nagyon nehéz a mai világban is, régen is, de a mai világban is sportolóként élni, és sportolóként folyamatosan rivalda fényben mozogni. Amikor a gyerekek elmennek sportolónak, felveszik a sportmezt, bemennek egy egyesületbe, és attól kezdve megjelennek az egyesület színeiben a társadalom előtt, attól kezdve ők példaképpé válnak. Nagyon nehéz ezt gyerekként feldolgozni, és nagyon nehéz folyamatosan, hosszú éveken keresztül úgy élni, hogy minden pillanatát lesik az embernek, és úgy szeretnének mások is viselkedni, mint ők. Ezt nem lehet minden pillanatban megélni. Ettől függetlenül vannak az erkölcsi normáknak, az íratlan szabályoknak olyan oldalai, amelyeket egyszerűen vétek megszegni, mert annak következményei vannak, sőt, kimerem jelenteni, hogy néha sokkal fájdalmasabb következményei vannak, mint az írott szabályok megszegésének. Én megértőbb vagyok, azt kell mondanom, talán a védői attitűd folytán, és nem azért, ami a felvezetésben elhangzott, hogy a hölgyre tettek valamilyen megjegyzést, és ezért úgymond bosszúból követte el, legalábbis ez hangzott el. Az nem az üzletben történt, hanem még amikor beléptek a belásnak, és aztán mindegy, az hogy üzletben csúfott. Tehát, hogy ez indította el, ez szabadjon annyit mondanom, ez egy kicsit butácska védekezés. Amiben én megértőbb vagyok, az az előzmények. Tehát az, ami utalás történt, hogy ez az úgynevezett, én sportjogászként is egyelőre az úgynevezett dopingügyet használnám kifejezésként, tehát hogy a dopingügy miatt valóban 16 évi munka kárba veszett, összeomlott egy sportolói pályafutás, nem jutott ki az olimpiára, ez nyilvánvalóan olyan pszichés állapotba helyezte ezt a nevezzük elkövetőnek jogilag, ami egész más hátteret ad ennek az ügynek. Ezzel egyet is értünk szerintem. De mi az összefüggés a között, hogy valakit megsemmisítenek egzisztenciálisan, és bemegy az üzletbe, és leveszi az üzletben lévő ruhákról? Erre azt kell mondanom elnézést, ez csak azt tudja, aki került ilyen helyzetbe. Akinek, én kerültem egzisztenciálisan megsemmisített nem, helyzetbe, ez, és mégsem mentem az üzletbe lopni. Nem az egzisztenciális megsemmisülésre gondolok, tehát hogy anyagilag olyan helyzetbe került, hogy ezért neki lopnia kellett. Én arra gondolok, hogy valaki, aki korábban, ahogy erre utalás is történt, azt gondolta magát,
magáról joggal, hogy ő példakép a fiatalok előtt, és az egész élete ilyen értelemben a nyilvánosság előtt zajlik, és történt, ami történik, és megsemmisül etikailag is, ettől kezdve olyan lelki folyamatok indulhatnak el, ami már nem tudatos magatartás, minden egyes mozzanata annak, amit elkövet. Jelenbe fog ezt venni a bíróság? Ez a jó kérdés, erről beszélgettünk, hogy a bíróság ebben az esetben mit fog figyelembe venni. Azt kell mondanom, hogy ez a bíróság előtt egy nem jelentős ügy. Tehát itt az elkövetési érték, ki kell mondanom, az úgynevezett szabálysértési értékhatárt, az 50 ezer forintot alig haladja meg. Ez egy szabványügy, a büntetés ennek megfelelően nem jelentős, tehát szóba sem kerül egyébként a törvényben írt szabadságvesztés, még felfüggesztett formában sem, valahol egy pénzbüntetés környékén várható ebbe ítélet. Az, hogy az ítéletben elhangzik-e egyrészről súlyos körülményként a korábbi nevezzük közéleti szereplés, vagy adott esetben enyhítőként ez a bizonyos pszichés helyzet, ez nem tudom, feltehetően erre nem lesz bizonyítás. Tehát nem folytatnak le bizonyítást, hogy tényleg milyen lelki állapotban volt, tehát nem fog az ítéletbe szerepelni. Igen, de ennek a következményei jóval súlyosabbak, és most nem bírósági vagy anyagi szempontból beszélünk, hanem megítélés, kirekesztettség. Hát ezek után innen taprálni százszor nehezebb. Nem furcsa ez nekem? Tehát ezt választani útnak, nekem kerültem olyan helyzetbe, amikor azt mondja, hogy rúgjál be, és akkor az jó lesz. És mondom, oké, csak másnap megint fel kell kelni, attól még ott marad az a probléma. Azért is kért fel engem a MOBA arra, hogy elkészítsem a sportetika, sporterkölcstan tantárgya keret tantervét, hogy bevezessék a sportiskolába már kicsi korban a sportban is az erkölcsi nevelést. Fontos, hiszen ezek a gyerekek bekerülnek egy olyan felnőtt közegbe gyermekként, amelyet nekik kezelniük kellene tudni. Honnan tudnák, hogy hogy kell felnőttként viselkedni, de olyan terheket rónak rájuk, amelyben kifáradnak, lelkileg megroppannak, tönkremennek, ugyanakkor nagyon fontos lenne a szellemi megerősítés is, és ez még hiányzik a mai sportéletben. Az, hogy egzisztenciálisan megrendült ez a fiatal ember, ráadásul ebben a későbbiekben, meg ez idő alatt is társa volt, ez nem ok arra, hogy azt mondjuk, hogy erkölcsileg is elbukhatok. Persze a sportolóktól azt várják az emberek, hogy erényesek legyenek, és fel lehessen rájuk Bocsánat, nézni. Nem joggal, és most itt nem a klasszikus értelembe vett joggal várjuk el ezt a sportolóktól? De így van. Gyakorlatilag ők, amikor oda elmennek, helyettünk vannak ott. Mi is szeretnénk ott lenni. Együtt dobog velük a szívenk. Olyanok szeretnénk lenni, mint gondoljuk ők. Igen. Őket, nem? Ugyanakkor ők képviselnek minket. Tehát ha őre azt mondják, hogy te tolvaj vagy, vagy őre azt mondják, hogy te most lusta vagy nem ugrasz be a medencébe, akkor azt mondják, hogy na a magyarok. Egy olimpián ezt mondják, de azt mondják ugyanezt az egyesületedre is, na ez és ez az egyesület, de azt mondják a szüleidre is, azt mondják az edzőidre is. Az a baj, hogy ezt ők nem is tudják, nem nagyon mondják el nekik, hogy nekik ilyesmire is figyelni kell, hogy másokat is képviselnek. De ugyanakkor lehet ez a lázadó magatartás is a részéről, tehát nyilván olyan keretek között él gyermekkora óta, hogy valamilyen szinten neki kihágásokra van szüksége idézőjelbe téve ahhoz, hogy valahogy egyensúlyba kerüljön mentálisan. Hát igen, meg nagyon nagy a baj, hogy sokan azt hiszik, hogy azért, mert én már Ivalda fényben vagyok, azt tehetek, amit akarok, és külön vagyok nálatok, bármit megcselekedhetek, nekem úgy is elnézik. Nem, annál is inkább nem, mert a becsületedről van szó, és a kirekesztés, ahogy ön mondta is, amiről beszéltünk előtte, az a legeslegnagyobb büntetés. Jöhet nekem egy 50 ezer forintos bírság, amit kifizetek, vagy részletre, vagy egybe, és azt mondom, hogy kész vége. De ha utána engem az emberek megnéznek, elkerülnek, folyamatosan megszólnak, na az az egzisztenciális probléma. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak és mindezt elmondták. Köszönjük.